Jó estét kívánok! Az elmúlt hetekben két magyar film is nagyot robbantott a magyar, és nem csak a magyar mozikban. A Testről és lélekről című Enyedi Ildikó film például a berlinali Aranymedve díjas filmje, főszereplője Borbé Alexandra, aki itt ül a stúdióban, ő játsza Máriát. A másik film pedig a Kincsem, amely egy más típusú sikert aratott, egy hét alatt 72 ezer ember nézte meg a mozikban, ez a film első hete, ez egy nagyon fontos hét a nézettség szempontjából. Főszereplője Nagy Ervin, ő is a Katona József Színház tagja, de nem csak ez a közös bennük, ők az életben is egy párt alkotnak. Sziasztok, örülök, hogy eljöttetek. Ennél jobban időzíteni se lehet, hogy egy színész párnál ugyanazon a, nem tudom, ugyanabban a két hétben vagy három hétben történjen egy olyan siker, ami kívülről nézve egy ilyen egyféle szakmai csúcspont. Ti így látjátok belülről nézve is? Nagyon nehezen intéztük el, hogy így legyen. De sikerült, de hosszú sikerül. Munka eredménye. Így látjuk. Azt hiszem, így látjuk, szóval erről szoktunk beszélgetni, amikor még amikor nem jött ki a Kincsem, de együtt mentünk Berlinbe az Aranymedve díját adóra, és ebben a filmnek a bemutatójára, akkor összenéztünk, és azt éreztük, hogy ez döbbenet szervezés, hogy életünk egyik csúcspontját együtt éljük meg. Szóval, hogy azért de csúcspont? Az ember úgy, van a színészekben, és bennem is van egy ilyen álszerénység. De néha ki kell jelenteni valamilyen dologról, hogy az 40 évente történik, mondjuk egy Aranymedve, hogy egy 3 milliárdos történetnek a közepén állok, és még mind a kettő siker is, hogy ez egy csúcspont. Igen, ezt csak megélni, föl kell nőni ahhoz, hogy az ember ezt meg tudja jól élni, az nehezebb dolog. Szóval. Én ezt azért tudom értékelni, meg hogy ez egyszerre történt, mert hogy én az elmúlt másfél évben, mondjuk amióta leforgattam az Ildikóval ezt a filmet, utána tulajdonképpen volt egy ilyen űr, mert hogy a színházban sem próbáltam új darabot, egy fél évig. Az ahogy tetszik, hát ezt próbáltad, nem? Igen, de, a főszereplő. Igen, de most tulajdonképpen a mostani évadról beszélek. Aha. Mert most csak januárban próbáltam a Gáborral, de a film leforgatása után nem mentem castingra, nem hívtak, és utána jött ez a hosszú a színházban is, hogy nem próbáltam, és tulajdonképpen én azt láttam, hogy a párom, ugye, őt hívják forgatni, ő nyáron is forgatott, én nem forgattam, és ilyenkor ez nehéz. Hiába van az Ervin, hiába 10 évvel idősebb, és máshol helyezkedik már ő el, mint én. Én még de fiatal vagyok, és nehéz hogy megélni. Ő megy, csinálja, igen, mert én azt gondolom, hogy én is nagyon szeretnék dolgozni, és ha nincs arra lehetőség mondjuk, hogy egy castingon megmutassam, szóval nem is az történt, hogy mondjuk kiestem, 5 castingról és semmit nem kaptam meg, hanem konkrétan nem. Nem kerestek. Nem kerestek, igen, és ezt nehéz megélni. De ezt megélni. Az Ervin is élte, te is éltél át ilyet, nem? Hogy egyszer csak, jó mondjuk, akkor itt nem nagyon forogtak, vagy igen, mert, lássuk, hogy abban 3 évben, igen, okay. Tehát csak jó, nem feltétlenül voltak pont ugyanígy, de hát ez teljesen normális, hogy van ilyen hullámvölgy, nem? Abszolút, ez normális, csak én türelmetlen vagyok, és közben ott van a párod, aki meg mondjuk épp sikeres, és épp teli van munkával úgy érezni abban ezt a hát ezt a nehéz időszakot, ez így tulajdonképpen. Te mit csináltál, amikor úgy érezted, hogy mellőzve vagy? Szóval hogy éri túl az ember? Dühös? Te mondjuk neked a habitusodból eredően lehetsz dühös is, de nem tudom. Más nem valahogy lehet. Az az érzésem neked egyébként. Neked meg van engedve? Nem, hát nem mindenki ugyanúgy reagál. Igen, dühönc alkat vagyok. Én azt hiszem, hogy ezekben a pillanatokban elkezdtem én színházban is megéltem ezt. A Katonában is megéltem, hogy volt egy olyan időszak, amikor mások játszottak. Te mesélt is pont akkor. Bőszen, például pont amikor, hát az se tegnap volt. Nem. Az ember az elkezd más műfajok iránt szerintem érdeklődni, elkezd, ha van rá érkezése vagy talentuma, akkor elindul mondjuk a zenésbe, vagy olyan helyekre, ahol addig nem járt. Egyrészt bizonyos művészi bökhendiségből, vagy nem tudom, fellengzőségből, másrészt meg, mert fél tőle, szóval ugye elkezdtem akár magánszínházba, vagy más típusú, vagy nem annyira művészi produkciókba, de máshol részt venni, elkezdtem bejárni az országot, megismertem, nyitottam egyet, és én a mai napig azt érzem, hogy engem ezek tettek igazán sok oldalú színésszé, a kényszer. Hogy egyszerűen rá voltam. Igen, hogy nem volt, ott nem kellettem, akkor megyek én el. Ha mindig volt bennem egy ilyen büszkeség, akkor arrébb megyek, azt majd kellek annak. Te vagy ilyen? Szerintem azért jó az egy színésznek, hogy nem csak egy helyen játszik, mert van egy bizonyos megfelelési kényszer, ami egy színházon belül szerintem jobban kialakul benned, hogy itt milyen szerepeket kapok,
vajon kapok-e annyi főszerepet, vagy az alkatomnak megfelelően, vagy pedig teljesen másokat, és hogy milyen feladatokkal látnak el. És egy idő után azt érzi az ember, hogy mindig ugyanazok, vagy a többiek más szerepet, ez sajnos elkerülhetetlen szerintem. És amikor kikerülsz, és máshol is kipróbál új arcot, igen, és van benned egy felszabadulás szerintem. Erről én mind úgy beszélek, hogy ez mondjuk a kolléganőimmel, vagy mondjuk az Ervin nézve történt meg. Én ugye a katonában vagyok, de én azt gondolom, hogy nekem mindig is nagyon jó feladatokat adtak a katonában, amióta ott vagyok. Na mert mi úgy is beszélünk erről, mert van egy csomó ilyen kísérteties hasonlóság egyébként a ti életetekben, tehát egyrészt a Máté osztály, az azonnal a katonába kerülni, az, hogy egyikötök sem budapesti, szóval sok hasonlóság van. De azért még egy pillanatra a filmekről, tehát csak ne menjünk el ilyen gyorsan mellettük. Máriának mi a vezetékneve? Bocsánat. Rácz Mária. Rácz Mária. Ez az, ezt elfejtettem. A Blaskovics az első gondolata. Ez az első gondolata, hogy Rácz Mária. Rácz Mária vagyok. Bocsánat, ezt már elfejtettem. Mert megvolt, hogy Mária, és mindenhol csak Máriaként apostrofálják. Na, de most keresztbe kérdezlek titeket, hogy láttatok egymás filmjét. Igen. Szandra, te például a Kincsemről mit gondolsz? Ugye annyira más a két film. Ez egy közönségsiker, hát a számokból is látszik, hogy közönségsiker, egy akciódús, teljesen más színészi felkészülést igényel. Az Enyedi Ildikó filmje egy kicsit zártabb, sokkal kisebb, nem jót akartam mondani, tehát, hogy kisebb eszköztár van mondjuk egy színésznek, hogy játszom benne. Mit gondolsz az Ervinéről? Az a fura, hogy az anyukám is ott volt a premiéren, amikor... A Kincsem premiérén? A Kincsem premiérén, az enyémen is, de ezen is, és az anyukám mindig is ezekért a nagy romantikus filmekért rajongott, és ez akarva, akaratlanul belénk is ivódott, mert... Te is rajongsz a nagy én is rajongok, filmek. Igen. És az anyukámmal ezeket néztük gyerekkorunkban is. És ugyanezt éreztem, mint amikor egy kislány megnéz egy ilyen igazán szerelmes, romantikus filmet, és... Beleszerettél a főszereplőt? Igen. Mellós volt, mert... Tehát, hogy elvitt magával. Elvitt magával a kettő, ami nagyon fontos számomra, ugye szerintem ez minden, mondjuk a színészeknél, szerintem ez nagyon fontos, hogy a másik tetszen nekünk a színpadon vagy filmen, szóval, hogy rajongjunk egymásért, vagy egymás tehetségért, és figyelemmel kövessük azt, és mi is szoktunk az Ervinnel otthon erről beszélni, vagy megnézett az Ahogy tetszikben, és mondott egy-két olyan dolgot, amióta azóta nagyon boldog vagyok, hogy az első sértettség után, de aztán beépítettem. Szóval ez egy necces dolog, de én most láttam először az Ervint igazán hát olyan férfinak, akiben én mondjuk bele is szerettem, nem fel... Mert hogy vásznom most láttad először, igen, mert színpadon. Igen, mert hogy megmutatta azt a férfiasságát, és vagy mondjuk a macsóság, ahogy ezt mostanában hívjuk, meg a gyengeségét, szóval hogy a lelkét is láttam közben, és az, amiről mindig beszél, ami a mi kultúránkban, ahonnan én jövök, egyáltalán nem divat, hogy egy férfi sírjon, vagy elérzékenyüljön, vagy arról beszéljen, hogy épp rosszul van. Ez nálunk nem divat. És az Ervin is egy ilyen kultúrából jön. De ő az, aki megtanította vele nekem azt, hogy egy férfi sírhat és elérzékenyülhet, és ez ebben a filmben is látszik. De jó, hát ki gondolná? Ez nagyon szép kerek volt. Ez nagyon kerek. Igen. De azért várjál, mert most mielőtt a Szandrátra reflektál, azért mondjál erről valamit, mert ő most mondott valamit, ami azt jelenti, hogy ő még nem látott téged ilyennek vásznon vagy színpadon. Nem ezt akartam ebből kihozni. De láttad már ilyennek vásznon vagy színpadon korábban? Így egy az egyben, hogy tökéletesen elégedett legyek vele őszintén, ez most történt. Na, hoppá! Hoppá! Jaj, de jó, van még 30 perc, hogy lecsillapítsam a kedélyeket. Nem. Ez kicsit furcsa. Szerintem ilyen komplexitásában nem látta szerintem a férfit megjelenni bennem, tehát vagy voltam ilyen kemény, vagy voltam csábító, nőcsábász, vagy nem tudom, tehát hogy ilyen szegmentáltan lehet, hogy megvoltam neki ilyen pázolosan, de egybe még képben nem. De azt akartam kérdezni, hallottam ebből ki. De azt akartam kérdezni, hogy szándékod volt-e, hogy megjelenítsd ezt a komplexitást, abszolút. És te is úgy érzed-e, visszanézve a filmet, hogy ez most sikerült mondjuk igazán? Most kaptam már ilyen nagy szerepet filmen. Na nem is volt, egyet, elég sok főszerepet. De mondjuk ilyen nagy filmben nagy főszerepet, mert a Kamélen volt a másik, amiben egy ekkor évet bejárhattam volna. Ott, hogy fogalmazzak?
Hát finoman nem, kérlek. Na abszolút finoman akarok, mert nem akarok, senkit nem akarok megsérteni. Azt hiszem, hogy a rendezővel más gondoltunk bizonyos dolgokról. Tehát, hogy a közös munkánk az sok esetben én más gondoltam, hogy most sikerült, ő is más gondolt, hogy mi lenne a cél. Azt hiszem, ebbe elmentünk egymás mellett, és Gáborral ez a munka, ez Herendi Gáborral, bocsánat, igen, félszapam, mindenki Gábor, igen. Szóval Herendi Gáborról, Gáborral pedig ugyanazt gondoltuk arról a pillanatról, ami, vagy a figuráról, ezért vagy hogy sikerült. Ez megtörtént. Én azt hiszem, hogy ezért sikerült itt ezt most a maga komplexitásában megcsinálni, és én egyébként is egyre inkább arra jövök rá, mindig is ott sejtettem a titkot egy férfi főszereplőnél, hogy mer gyengének mutatkozni. Uh-huh. Tehát meri mutatni a sérülékeny oldalát, mer akár gyermekded lenni, mer elveszett kisfiú lenni, hogy azon felülemelkedve aztán a végére egy kiforrott férfi álljon előttünk. Ez a jelenfejlődésnek a különböző stációihoz hozzátartozik szerintem. Ez adja egyfajta, hogy úgy mondjam, titokzatosságát egy figurának. És meg a sok létűségét. Ha ez összefügg azzal is, hogy az ember az életben milyen jelenfelülésen megy át, hogy kimerje tenni a vászonra. Szerintem igen. Igen. Uh-huh. Ez egy férfivá és egy felnőtté érésnek is a folyamata. Tehát 30 évesen nem vagyok olyan önreflexív. Tehát, hogy meg kellett, hogy kicsit tapossan az élet bizonyos dolgokon, akár válláson, sok mindenen átmentem. Egyszerűen az ember egy idő után egy büszkeséget, egy felesleges büszkeséget, egy felesleges plusz páncélt egyszerűen úgy eldobálja már magáról, már úgy eldobja, mint a... Te úgy érzed, hogy eldobtad? Hát én azt éreztem, hogy most már nem próbálok valami nagyon erős képet sugározni rólam, megengedhetem magamnak azt a luxust, hogy mindenfajta érzelmet és érzékenységet is oda tegyek, és egy szégyellőség megszűnt bennem. Aha. Na most mondd el, hogy te mit láttál a Szandra Máriájában? Ugye itt annyival bonyolódik a helyzet, hogy abban a filmen te is szerepeltél, tehát nem teljesen kívülről nézed, de ezzel együtt talán közös jelenetetek egy van. Egy volt, igen, és ott inkább... Kettő? Bocsánat. Kettő közös jelenetetek volt. Amit mondott a Szandra, hogy az fontos, hogy az ember a társába, akivel él, abba belehabarodjon, legalább egyszer zseniálisnak lássa a pályán. Szerintem ez nagyon fontos. Én most láttam őt ilyennek először. Én megnéztem ezt a filmet itthon. Hogy zseniálisnak, ezt mondom? Hát, ritkán használok ilyet, de az. Tehát, hogy ettől is úgy szoktunk félni, hogy lezsenizzük a másokat, én magamat más, már nagyon-nagyon csínyán bánok az ilyen nagyon nagy jelzőkkel, de én Oscar díjas színvonalonak tartom azt a munkát, amit végzett, hanem ebben az országban van. Egyébként, na mindegy, ezt majd ő nem fogja elmondani, de én elmondom, hogy szerintem a zsűri azon tanakodott, hogy aranymedvét kapjunk, vagy ő kapjon ezüst medvét. Tehát annyira egyértelműen ő hát volt a fesztivál. Hát ez nem titok, erről azért írtak, hogy a Szandra esélyes erre. Nagy esélye volt rá szerintem, ha nem mi kapjuk a fődíjat, akkor ő kap egy nagyon nagy díjat. Szóval én elsőpről erejűnek láttam az alkotását, és olyan részletgazdagnak, amit képzeld elsőre, kétszer láttam a filmet Berlinben, meg itthon, az elsőnél nem tűnt fel. És nagyon vászon kell jól. Neked, több ember, nagyon vászon, és olyat láttam, ami nekem egy életre beleégett a retinámba. Szóval majd, hogyha nagymama korunkban, vagy nagypapaként veszekszünk, akkor is vissza lehet ezt keresni, hogy anyukád az zseni volt, mert ott van az a film, és ez egyébként ellentétben a színházban, ez dobozban van. Tehát ezt mindig elő lehet venni, és mindig meg lehet mutatni. De a zsenialitást pont abban a minimalizmusban látom? Abban látom. Például egy kincsemben ilyen nincs. De ebbe, tehát hogy valaki az adott kockába egy olyan univerzumot nyisson ki, ami csak egy kocka. És faltól falig lehet menni, nem lehet kitörni belőle, mert akkor a karakter meghal, akkor lebukik. És azon az ekkora kockán belül, hogy bejár mindenfajta szintet, az szerintem az a csodálatos. Tehát, hogy az, ami Magyarországon nagyon-nagyon ritka, nem, a világban is ritka. Te, Szandra, te tudtad közben, hogy ez neked sikerül? Érezted közben? Igen, mert hogy az egész forgatás egyébként különleges volt, és olyan koncentrált munka, én azt szoktam erre mondani, hogy csönd volt, hogy ilyen végtelen nagy csönd, és a Marcon a világosítók és díszítők mindenkinek lehetett így érezni, így tulajdonképpen volt egy érzékenység az emberekben. Tudom, hogy az Ildikó ezt már mondta, hogy ő megírt egy ilyen e-mailt mindenkinek, hogy itt miről is lesz szó. Mert hogy egyébként, ha kívülről nézné egy UFO, akkor azt látta volna, hogy Mária eszik.
Mária. Semmi Mária. Extra. Semmi extra. De közben ott meg kellett teremteni a mindent, azt a lelki, azokat a viharokat, és azt a rengeteg érzelmet, ami benne, ugye, mint az első szerelem, ahogy tudjuk, hogy mi is történik, az én tudom, hogy nem tudtam enni napokig, amikor megéreztem a lepkéket a hasamban. Szóval, hogy, és a Máriánál ezt mind, nem úgy, hogy felhívom a barátomat, és úristen, úristen, hanem tényleg mind mikroba. És az, hogy az Ildikó közben engem úgy vezetett, hogy az ember nem kívánhat magának jobb vezetőt. Na, látjátok, ez is milyen érdekes, hogy ez is összeér, mert te is azt szoktad mondani, Enyed Ildikor, ugye a terápiában dolgoztatok együtt. Igen. Hogy mind a kettőtöknek meghatározó film, rendező élménye Enyed Ildikó. Ezt ki lehet mondani? Abszolút. Ahogy egyébként azt is talán, hogy Máté Gábor meg színházilag egy meghatározó figura, mint kettőtök. Ez nagyon érdekes, hogy ennyire hasonló. Hát ugyanaz az ízlésünk, ilyen szempontból könnyű helyzetben vagyunk, mert nem kérdés, ha valakit nézünk, vagy valamire ránézünk, hogy valamiben benne vagyunk, hogy szóval azt azért 95%-osan ugyanazt gondoljuk róla. Hiszi ketten? Igen. Szóval de nyilván attól is, hogy formálódtunk, és ezek az emberek mellett formálódtunk, mint a Máté Gábor, szóval hogy ez nyilván ez nem véletlen, hogy hasonlít az ízlésünk, mert ugyanazok az emberek neveltek fel minket. Ugye akkor különbséget is látok színpadon, mondjuk például, hogy te majdnem minden vagy majd minden Gotthár Péter rendezésben szerepelsz, ugye? Szóval majdnem mindegyikben láttalak. Te meg nagyon sok Asher rendezésben szerepelsz, te Gotthárba kevésbé, ugye? Jól vettem ezt le, vagy rosszul? Nem túl jól. Voltam az Asherban többen, de nem olyan nagyon-nagyon sokban. Hát nincs ilyen, nem elvágólagos. Mondjuk a Fekete Tibi szinte mindenben benne van, de most nem a Tibi minél. Tehát, hogy szerintem nagyon hektikus, egyébként mind a két rendezővel hektikus a kapcsolatom. Tehát, hogy valamikor így valamit meglátnak, egy másik produkcióban meglátnak engem, úgy nagyon megszeretnek, vagy belém szeretnek, hogy ez nálam miért nincs, akkor gyorsan dolgozunk, akkor mégsem vagyok az emberük. Nekem velük pont kettőkkel egy kicsit olyan ingadozó mindig a munkaszerelem, vagy a Gotthárban is nagyon jól dolgozok kint, aztán bemegyek a Katonába, ott meg nem hagyom, hogy úgy beszéljen, ahogy én nem azt gondolom, hogy nem lehet színésszel beszélgetni. Én meg egy nagypofájúakat vagyok. Igen, és akkor összeveszünk, és akkor a következőben nem vagyok, meg akkor még egyben nem vagyok, aztán majd leszek. A színházban azért ezt nagyon megtanította nekünk, nagyon gyorsan a Máté Gábor, hogy nem, hanem hogy nincs életre szóló összeveszés. Van, de az inkább magánélet jellegű. Szóval, hogy itt nem lehet a végtelenség rosszba lenni, eltelik egy évad, aztán megint neki futunk. Na jó, de ez fontos, hogy ebben szerintem különböztök, nem? Szerintem is, mert van, létezik egy leosztás a Katonában is. De ez normális, hogy szimpátia, vagy szakmai szimpátia kivel alapján. Kikivel jön ki. Én még a Zsán Békival soha nem dolgoztam. Na de érdekes. Például. Nem tudom, hogy miért. Lehet, hogy nem vagyunk egymás emberei, ezt nem tudom, amíg nem próbáltam, és hát nem próbáltam. Olyan viszont az, hogy a Gotthár Péterrel meg rögtön már a színműn egy ilyen találkozás, ami a Kripli csendök, és a Párosonnával voltunk a két néni. Hát az ott szerintem valami. Hát már a Péter az iszonyú pofátlan loszt. Tehát ez ő a a legbátrabban oszt. És mondjuk belőlem egy, nem tudom, egy pervers 21 éves számítógépes fiút, az simán rám oszt, 30 évesen, rá pedig egy fogatlan 90 éves öreg azt. Hát vagy Jancsó Piroskát, az első magyar női sorozat gyilkos, nekem az volt, azt egy kincsként őrzem azt a szerepet. De te visszaszólós vagy például? Ja, nem. Velem így nem lehet beszélni? Nem, én maga vagyok az alázatosság, sőt, volt, amikor a Pálsó Cirék azt mondta nekem, hogy Szandra, azért ne legyen mindig az, hogy te így mindent így végrehajt, ezt megcsinálod, hanem hogy egy kicsit legyél, hogy is mondjam, hát beszekedősebb, vagy... Önérzetesebb. De nem, a Gotthárral például abszolút párkapcsolati veszekedéseink voltak, egy ilyen házastársi, kimentem a büfébe, ott üvöltöttem, sírtam, de nem rá. Azt mondta, azonnal gyere vissza, a színésznő vagy nem, azt mondja, hogy teljesen ilyen gicses történetek. Érzékeny, igen. Már a nőkkel másképp lehet veszekedni, főleg szerintem a Gotthár nagyon másképp csinálja azt. Tehát, hogy ott az ő férfi túlerejét azért használja, nem egyszer, nem kétszer, és ők meg olyanok, mint a lepkék, szóval nagyon ritkán jön szembe olyan nőből, mint én fiúból. Tehát, hogy ők hiperszenzibilisek, olyan idegrendszerű. Még nem láttam, ahogy én ki tudok akadni a Gotthárra, mert a Gotthár nekem
olyan, hogy én... Na most tök jó Gotthard Péterről szóló 10 percünk következik. Hogy fog neki örülni? Nagyon. Jó, tehát hogy kiakadsz rajta, mert erős, hát ő erősen tud fogalmazni. Igen. És mondjuk akkor én úgy, azt érzem, hogy de én mindent meg akarok csinálni, amit kérsz, és most nem megy, és akkor most nem tehetek erről, de ne beszélj így velem, de közben nem mondom, hogy ne beszélj így velem, mert nem mondhatom, mert idősebb. Szóval, hogy én... Jó, de ez a habitus egyébként másban is megnyilvánul, szóval, amikor az előbb mondtam neked, hogy azért próbálj meg finoman fogalmazni, és ezt miért mondtam? Mert az a tapasztalatom, hogy te valahogy mindig beszólsz valakinek, akkor is, ha nem akarsz. Tehát, hogy most mit tenni, most nagyon szépen és korrektül fogalmaztál a kaméleonról, de nem volt ez mindig így. Nem. Tehát volt, hogy rossznak minősítetted a rendezőt. Most ugye Andy Vajnával bevonultál a politikai elemzők táborába. Fú, de jó lett, hirtelen szakértővé. Igen, hirtelen elemzővé váltál. Szóval, hogy miért történik ez veled minden? Mert unom a korrektséget, ezt az álkorrektséget. Tökön szüntetve. Tehát én nagyon unok már olyan interjút adni, hogy most csak azért mondok, hogy nem akarok én megbántani embereket, de az igazság előrébb való, mint hogy állandóan valamilyen szép fátyollag, a nagy béke jegyébe nem szólok be neki se, miközben tényleg nem ezt gondolom. Az ember mindig, szerintem biztos benne van, meg az apámtól örököltem egy krakiller típus. Na most mire borogatsz, hogy benne van, vagy az apjától örököltem? Apuka helyettől, igen. Ja. Szóval én ezt így valahogy én úgy nőttem, hogy nem kell félni, fiam. Tehát, hogy ugye most már ő mondja először, hogy ne, most már hagyd abba, tehát ő csitít, hogy nem kell most már mindig megnyilatkozni ebbe-abba. Szóval rám szokott nem egészen szólni. Erre gondoltam, kedves Tiabász, hogy nem kell nem, hanem, hogy pont ami mennyire ismeri magát, hogy mennyire, hogy abból sok baj lesz az életben. Én viszont szeretnék, én nem szeretnék azért mást mondani, mert hogy úgy maradjunk olyan korrektek. Meg unom azokat az interjúkat, teljesen őszintén unom, amikor színészek adnak olyan, hogy én belealszom 14 interjúból 12-be belealszom, de nem azért, mert megvetem a kollégáimat, nem érdekel, hogy mi történik velük, hanem bizonyos típusú újságíró kérdésre kell, mindig olyan se hús, se hal válasz van. És én ezt néha én egyszer, már azt érzem, hogy most már 40 leszek, már van egy gyereke, most már igenis, ebben bajom van, meg az meg tetszik. Tehát, hogy én nem tudom, én lehet nyugodtabban alszom, és belőlem kimegy, de én nem akarok szánt szándékkal megbántani embereket, de szerintem mások is így gondolkodnak, csak mindig ráraknak egy fedőt magukra. Nekem ez a fedő, nekem meg hiányzik. Most rengeteg interjút adtok mind a ketten a filmek kapcsán. És az a kérdés, hogy ki mire használja ezt a lehetőséget, hogy beszélhet nagy nyilvánosság előtt. Te például, Szandra, gondolkodtál ezen, hogy nem tudom, mit akarok még azon felül elmondani, amit kérdeznek? Vagy, mert érted, hogy az ő interjúi valahogy nem alakulnak úgy, biztos, hogy aztán a film alapról véleményt mondjon benne, vagy nem tudom, Andy Vajnerről, a tiéd meg úgy alakul, és ezt akarom megfejteni, hogy ez habitus, azt mentalitás. Habitus. Nem csak habitus, nagyon fontos a 10 év korkülönbség, és az, hogy én tulajdonképpen nem én. Harmadjára hangzik el a cízzét. Nem azért, ez most ez viszonyatosan fontos tapasztalat, meg az, hogy a tájékozottság. Vagy hogy én mire vagyok dühös. Én nem vagyok egyébként szerintem annyira dühös típus. És valahogy nekem úgy van a fejemben, hogy van Szlovákia, ahova tartozom, van Magyarország, ahol élek 10 éve. És az, hogy mi történik otthon, arról az apukám tájékoztat, ami itt történik, arról így tudok, meg nem azon, hogy elveszve élek a világba, és a divat magazinokat lapozgatom, szóval, hogy azért nem így élek, meg nyilván szerepekhez is, meg a katonában, hogy mondjuk legyen véleményed, vagy jó színésznő legyél, azért tájékozottságban azért jó helyen kell lenni, főleg már 30 évesen, még ha mondjuk 25 évesen, amikor kijöttem a főiskoláról, nem is az volt a fontos, hogy most mi van, vagy mi a politika, de nyilván már jó, most hát ott már érdekel. Például az Olasz Liszka, ugye? Abban ügyésznőt játszol, hát az is egy olyan, hogy nem tudod, miről beszélsz. Hát persze, akkor... meg most is ugye a Tökéletes Boldogságra rendőrnő például, szóval abszolút képben kell lenni valamelyest, de én azt gondolom, hogy ha az Ervin így akar ezekről a dolgokról beszélni, és én ismerem a habitus, és nem azért, mert ő feltűnési viszketegsége van, és be akar kerülni most bizonyos szegmensekbe, a közéletbe, vagy akár a politikai téren, hanem mert minden, amit az imént elmondott, az úgy igaz. Na, de egy téma van azért, ami rendszeresen előjön nálad is, ez a kettős állampolgárság kérdése, hogy egyszer Prima Juniorra jelöltek, és akkor végül is azért nem is lehetél jelölt. Ezt el is mondtam a Magyar Nemzetben, mert ez már kikívánkozott belőlem. Na igen, hogy ezt látom, hogy ez bánt. Az bánt, hogy én Pozsonyba is, meg Budapestre is felvételiztem, és annyira Magyarországra akartam jönni, mert ott is harmadrostáig jutottam. Mert az anyanyelvem az magyar. És
és 10 éve itt vagyok, vagy felvettek a színművészetire, ide adózom, és hogy azon múlik, hogy én megkapjak egy díjat, amit megszavaztak nekem. Most nem tudom, hogy erről hogy lehet beszélni, de többen mondták a zsűriből, hogy igen, megszavaztunk téged, nem mondok de nem neveket, de nem kaphatod meg, mert nem vetted fel a szlovák állampolgárságot. Azt tudni lehet, hogy ha felveszem a magyart, akkor elvesztem a szlovákot. Nem akarom elveszíteni, mivel nekem ott van a családom, mindenki ott van, nekem itt egy rokonom sincs. Ez most nem egy ilyen szomorú, síros történet, amit el akarok mondani, hanem ez fontos számomra, hogy ugyanaz az állampolgárságom, és ugyan már 2017-ben hogy lehet ez probléma, hogy az ember nem lehet kettős állampolgár, ez szerintem egy vicc. És én ezért nem fogom azt mondani, hogy jó, akkor kell nekem az a díj, és elvesztem, nem. Szóval, hogy nem, csak az a bajom, hogy oké, hogy mondjuk Fico itt tart ebben. Robert Ficóról beszélünk. Robert Ficóról beszélünk, a szlovák miniszterelnökről, de az nem lehet, hogy mondjuk a bank, oké, hogy ő dönti el, de hogy azt gondolom, hogy nem lehet ugyanaz a szint, vagy nekem ez fáj benne, hogy... Úgy érzed, hogy egyenlőséggel van így gondolkodásban. Bármi más hátrányért van, amiatt, hogy szlovák állampolgár vagy? Azt hiszem, nem. Uh-huh. Most erről lehetne gondolkodni, de ahhoz inkább megfontolnám és átgondolnám, hogy itt most csak úgy kipakoljak erről, úgyhogy inkább nem. Na, ez a különbség kettőtök között. Igen, ő azt mondta, hogy most hátralépek kettőt, nem válaszolok hasból a kérdésre. Igen, mert én hirtelenben hasból. Amit elmondtam. Igen, egyébként szerintem én amit hallottam, amióta ismerjük egymást, ez a fő irány. Egyébként tehát, hogy... Hogy? Hát, hogy erről, ez az, erről szokott úgy beszélni, azt mondani, hogy ez fáj neki. Hogy ez hogy lehet ugyanilyen konkrétan színvonalú. Érti az Ervin, hogy konkrétan az egy dolog, ez az egy dolog, tehát nem nincs itt még, tehát nem tudom, 8 dolog, amiről egyébként most elmondhatnám, nem, ez az, ami nagyon rosszul esett neki. Neked van ilyen, ami nagyon fáj? Amit nem is tudsz kikerülni, mert csak úgy kibudjon? Én általában próbálok így lenni. Tehát én egy kicsit azt gondolom egy picit a szakmánkról is, hogy néha olyan jól fésültebben felkészülve, hogy mi lesz a következő 4-8 évben, meg kik lehet. Tehát egy picit olyan, én próbálom, igen, ebben mások vagyunk, amikor én mikrofon közelbe kerülök, hál' Istennek sokszor, mert sok olyan dolog van, vagy olyan helyen dolgozok, vagy én vagyok olyan színvonalú ember, hogy meg tudok szólni, akkor egy picit azt érzem, hogy a saját szakmánkért is, vagy a saját igazságainkért is úgy tenni kell a magunk pici módján. Nem kell nekem politikai szakértőnek lenni, de az igazságérzet mentén azért lehet éreztetni a véleményemet. Na de mi az az ügy, mert azt is mondod sokszor, hogy szeretném ezt a reflektorfényt arra is használni, hogy ügyek mellé álljak. Hát most egy hirtelen, nincsen, ugye éppen aktuális ügyeim vannak, vagy aktuális sérelmeim vannak, vagy azt érzem, hogy ezt most miért vették el ezt a pénzt, ezt meg miért nem adták oda, vagy miért húzták le a költségvetésből, vagy miért nincs ez, miért nincs az. Jó, de az a lényeg, hogy van benned egy vágy. És ez a vágy lényeg, hogy befolyásolj. Egy kicsit, igen. De nem politikai, tényleg nem az van, én nem értem, a politikához nem értek, hanem hogy a kicsi dolgaink, vagy gondolkodásmód, vagy egy társadalomnak a gondolkodásmódja, azt igenis egy színész, akire figyelnek, azt tudja szerintem befolyásolni. Én azt gondolom, hogy színésznek nem kell szekértáborok mellé állni. Én nagyon nem szeretem, amikor engem tematizálnak, vagy megpróbálnak valamelyik oldalról. Ez elkerülhetetlen. Egyfelől elkerülhetetlen. Én azt gondolom, hogy szeretném úgy csinálni a dolgomat, hogy adott esetekben, amikor megszólalok, akkor azt ne lehessen berángatni rögtön bal vagy jobb oldalra, hanem mindenki meghallja, mert az ember mindenkinek színész. Az ember az egész országnak játszik. Na jó, de amikor Orbán Viktor azon egy interjúban, akkor onnantól nem mindenkinek vagy színész. Hát szerintem ez baj. Hát baj, de hát szerintem baj. És egyébként nem Orbán Viktor, hanem inkább azt mondtam, hogy az erős embert szeretik az emberek Magyarországot. Inkább ezt mondtam, és utána ezt a mondjuk egy politikai újságíró ezt leszette a felét, és csak így engem beállított így. Pedig az nem jó szerintem, mert akkor nem hallatszik el az embernek a véleménye utána a másik oldalra, már pedig nagyon fontos lenne néha. És én ezt a szélre húzogatást bizonyos embereknél vagy művészeknél azért nem tartom jónak, amit a politikai újságírás csinál, mert nagyon fontosnak tartom, hogy mindenkihez eljusson néha a szavam. Az nem jó, hogy utána azt mondja, ja, ez ilyen, ja, ez meg olyan. Ez szerintem nem... Én azért nem örülök csak, annak, hogy a tematizálnak. Illúzió, Ervin. Szerintem ez nem illúzió. Szerintem nem illúzió. Most nem akarok, mert ez egy inkább másik beszélgetés része, és nem akarok ebbe újra. Nem is akarok erre ilyen hosszú témát. Belemehetnénk hosszabban, hogy ez miért így van úgy. Nekem erről ez a véleményem. Én tényleg szeretném, ha mindenki meghallana, és nem csak és kizárólag legyintene, hogy ezt a szekeret, hogy ja, te meg ilyen színű vagy.
Jó, nyilván ez egy vágy is. Ez egy vágy, mert én ebben az országban, ilyen országban szeretnék élni. És tényleg ilyen szempontból van benne. Ahol föl lehet robbanni néha. Igen, ahol, és attól neked nem lesz bajod. Néha elmondhatod a véleményed. Jó, bajod nincs. Azt nem tudom, hogy fogsz még valaha Goda Krisztával filmet forgatni, vagy nem tudom. Nem, ez is olyan árnyalt, azért is próbáltam nagyon árnyaltan ebben, mert nekem néha hamarabb jár a szám. Nekem ez egy hibám, hogy hamarabb kijön belőlem valahogy, hogyha 14-et számolok, akkor már sokkal nyugodtabb verzió van. Ebben van melletted valaki szuperül meg tudná tanítani, szerintem. Egyébként hatással vagyunk egymásra, hiszen látod már milyen szépen beszéltem. Ez a Szandra hatása? Most nem, ez a műsor hatása. Ja, most a műsor nem, hatása. Igen, mert ebben azt gondoltam, hogy ebben a műsorban nagyon fontos dolgokról fogunk beszélgetni, és fontos, hogy nyilvánulok meg az embereknek a te műsorodban kifejezetten is. Na meg van a promónk, köszönjük szépen. Nem szeretném, hogyha érted egy ilyen hebrenc színész mond ilyet, meg mond olyat, meg amolyat, hanem... Jó, de most én nem is véletlenül kérdeztem, hogy ti egymásra hattok-e, mert bulvárban már nyilatkoztad, nem emlékszem, hogy mondtad, de hogy a Blaskovics csizmáját felvettem, vagy nem tudom micsoda. Mikor forgott a Kincsem? Nyáron lesz 2 éve. Nyáron lesz 2 éve, tehát 2016 nyarán? Igen. Mert 18 nyarán. Tehát 16 nyarán, és mikor forgott? Biztos, hogy ott mondasz? Nem, 15. 15 nyarán. 15, mert 17. Akkor nyáron lesz 3 éve. Nem? 17 van? 17. Bocsánat, én számolom. 17 van. 15 nyarán. Igen, tehát 15 nyarán forgott, és a testülés életől? Tavasz. 15 tavasz. 15 tavasz, tehát majdnem egyszerre? Aha. Tehát egymás után volt a két történet. Igen. Na, mert azért is kérdeztem, hogy te azt mondtad, hogy ti akkor szerettetek egymásba, amikor forgattad a filmet? Nem, mert a szimpátia... Na, elmegyünk az időpontokig, de jó lesz. Igen, de... Nem, hát... Ja, bocs, nem szabad. Ez egy... Oké. Ezt a nevet jelentette, ugye? Én is azt hiszem. Nem, jó, nem akarom. Jó, fegyelj, hogy én elváltam. Tehát, hogy most erről nem akarok beszélni, nem akarok ilyen... Meg kicsit búvárosnak érzem ezt. Mi egymásba szerettünk, és én eljöttem a családomtól, ez történt, és hát ez egy hosszú folyamatnak a része volt. De ez most egy problémás? Vagy ez erről nem beszéltek? Akkor én még otthon voltam, és szóval problémás. Tehát nem egyik napról a másikra, hú de korrekt módon zajlott ez. Na jó, értem. Akkor tegyünk ide pontot. Én csak azért akartam, hogy milyen érdekes, hogy mind a kettő szerelmi történet, noha máshogy szerelmi történetek, és közben az élet is produkál egy szerelmi történetet, tehát én csak ezért gondoltam, hogy ezek a párhuzamok érdekesek. Jól hangzott volna az a párhuzam, de kicsit felejtsem el, mert nem igaz. Még ennél most ne válaszolj tovább, mert akkor tovább megyünk ezen a vonalon. Na hoppá, nagyon durva, nagyon rutinos, nagyon jól csinál. Na jó, oké. Hát azt láttad a végén, hogy mozgat, mint egy ilyen bábút. Nem, de okosan. Hát az nem szólsz közben. Hát igen, mert hogyha ebbe, igen, még egyszer megyek akkor. Én ezen tudom abba hagyni. Igen, lehetem kikeveredni már, mint... Hát nem, hogy megyek tovább. Tehát, igen. Hogy amíg meleg a téma, addig én azt tényleg úgy... Menjünk, mert... Jó, az egymásra hatásra akartam még kérdezni. Ugye az elején volt egy ilyen elszólásod, Szandra, hogy... És akkor az Ervin mondott valamit, és én az első megsértődés után már végül is megfogadtam a tanácsát. Mind a ketten így vagytok vele? Tehát, hogy reagáltok is egymás szerepeire? Most nem a nagy filmszerepekre gondolok nyilván, de a színpadi megjelenésekre sértődés van, és aztán megfogadjátok? Vagy nem fogadjátok meg? Vagy nincs sértődés? Vagy szóval mi a reakció a kritikára? Hát amikor az Ervin azt mondja, hogy neki jobb lenne, hogyha mondjuk 14-et számolna, és utána válaszolna, nekem ugyanígy jobb lenne, hogyha elmondaná a véleményét, és utána én elmehetnék sétálni. Igen? És visszajövök, és akkor majd talán lehet az, hogy de miért nem azt mondod, hogy így nagyon jó volt az egész? Szóval, hogy van, abszolút van egy kérdés. De te is kíméletlenül kritikus vagy vele? Én... Nem? Nehéz dolog, mert hogy én erről még az Ervinnel így konkrétan így nem ezt beszéltem. Ezt most fogjuk először megbeszélni életünkben, itt a legjobb pillanat. Volt egy... Amikor még nem párként, de megkérdezte tőlem, hogy milyen egy bizonyos darabban, Gotár Péter egy darabjában, ami a Katonában ment. Uh-huh. És a főpróba héten én megnéztem egyik este, nem voltam benne. És akkor elmondtam neki a véleményemet, és ott hagyott az utcán, vagy nem tudom, hogy hol beszéltük meg. És utána visszajött, ja nem, mert felhívtam, mondom, te most tényleg itt hagytál engem a mondatom közben, és visszajött, és azt mondta, hogy ezt most nem jókor mondtad, és nem kell ötször elmondani ugyanazt, mert először, és kezdődre, hogy akkor így tulajdonképpen bezárult bennem valami a kritizálással kapcsolatban, és ez nem egy ilyen... Nyilván azért is van, mert én kerülöm a konfliktus helyzeteket a párkapcsolataimban.
valamiért, hogy jobb legyen az este, például szeretek csöndben maradni. De jól teszed. Van egy ilyen, sokan tanul. Az Ervin nem hagyja. Addig nem hagyja. Nem hagyod? Nem. De most nem a színházról, most ez pont párkapcsolati dolog miatt, ön abban nem hagyja, de én a kritizálásban úgy vagyok, hogy még nem nyíltam ki benne. Nem érted el az utazó magasságot, de majd elfogod. Nehéz velem szerintem, mert a legelején, ha valakibe belefolytják a szót, utána nagyon ritkán fog nagyon őszintén. De én meg azt nem bírom, hogy tudom, hogy van valami ott, ami de én. Tudja, mert képzeld, hogy múltkor is, amikor nem fejtettem ki valamiről a véleményemet, és amikor ő kritizált engem, akkor én valahogy előhoztam azt, hogy én nem szoktalak téged kritizálni, vagy hogy miért nem tudod azt mondani, hogy jó, mint ahogy én neked, és mondtad, hogy jaj, tudom, hogy ez nem tetszett, és azt volt bennem, hogy ez honnan tudja, pedig nem is mondtam, vagy mondtam. És tulajdonképpen álltam, hogy az arcomra van írva minden, úgyhogy igazából jó ez így, ahogy mondom. Nem kell, hogy elmondjam. De mondják mások. Én egyébként azt szeretem, amikor a rendező mondja. A Gábor. Máté. Máté Gábor. Amikor a főiskolán Csehovból csináltunk egy pár jelenetet, részletet, akkor, amit a Demeter Andris rendezett, akkor a Gábor a premier előtt, igen, és beszélt velem egy színésznő, bocsánat, csak közben gondolkodom, hogy is volt, és egy színésznő beszélt velem, aki eljött megnézni, és elmondott nekem pár dolgot, és másnap a premieren én teljesen máshogy csináltam mindent, és a Gábor azt mondta, hogy veled mi történt? Mi történt? És elmondtam, hogy beszéltem ezzel is azzal, és annyira dühös volt, és mondta soha többet, hogy én azóta, amióta ezt mondta, és nem is voltam jó, szóval én azóta azt gondolom, hogy a rendezőmre hallgatok, és az pont. A tiszta út, igen. Ezért nem szeretem annyira a kritikákat sem olvasni, mert bekúszik valami rossz a fejembe, és nem tudok már olyan felszabadult lenni abban, amiben még lehet, hogy csak próbálkozom, még nem is biztos, hogy az, amit én akarok. Például az Ahogy tetszik-nél, most beszéltem tegnap a Kovács Zsanival, hogy egy év alatt rengeteget fejlődött, és annyi dologra jöttem rá én is, hogy nem lehet így megítélni. Oké, hogy ez a dolguk. Igen, sokkal érzékenyebb vagy a szavakra. Igen. Ervin, rólad leperek, ha rosszat írnak? Le. Ha rosszat gondolnak? Elején úgy nézegettem nagyon, nem tudom, most már olyan nagyon önjáró vagyok, de van 5 emberem, 3. és azokra hallgatok, és ilyen belső mércére. Nem akarok mindenkinek megfelelni, szerintem ez a másik, ami a nyilatkozataimat ilyenné teszi, vagy egy kicsit olyan sprődebb vagyok, hogy nem akarok megfelelni mindenkinek. Te akarsz, Szendre? Igen. Nem, próbálja az Ervinet leszoktatni, de nagyon nehéz. Nem én... kell mindenkinél jónak lenni, szerintem az ember olyan, mint amennyire különbözőek nagyon vagyunk. Nagyon bánt, hogyha valaki nem szeret, vagy valakinek nem vagyok szimpatikus, nagyon érzékeny vagyok erre. És van, akiben már úgy is belelátom, hogy mondjuk ez nem is biztos, hogy igaz, de azt gondolom, hogy biztos, hogy nem szerető, és biztos, hogy nem szeret. És akkor dolgozol, hogy szeressen. Hát, vagy otthon sírok az Ervinnek, hogy most ő engem miért nem szeret. Na mindegy. Bizony, ezt teljesen nyugos volt a részedben. Nem úgy mondtam, hát ezt én, de én ilyenkor én együttérzően mondtam. Ezt gyerekkoromban szedtem fel ezt a jó tulajdonságot, amitől szeretnék megszabadulni, vagy legalább ez egy biztos kicsit. Összefüggésben van azzal, most pszichológus lennék, azt mondanám. Ez összefüggésben van azzal megfelelési kényszered, de hogy mindig te voltál jó tanuló. Igen. Nem múlt el. Én próbálom ezt valahogy lemeséltetni magáról. Hát meg, hogy az apukámnak mindig megfeleljek. Az apukádnak pont? Igen, mert az anyukám nem támasztott ezzel szemben olyan elvárásokat, amik esetleg messze estek volna attól a képességeimtől. Mert például ő mindig azt akarta, hogy színésznő legyek, és az apukám meg nem. Na és akkor ellenkezni. Ügyvéd legyél, nem? Vagy ügyvéd, vagy múltkor azt mondta, hogy ezt nem mondjam. Nézze meg az olasz tiszkait. Tessék. Én ezt még nem lehet. Ebben én előrébb járok, ez egy párhuzam. Az én apám meg fotbalistát akart belőlem. De szóval, hogy itt vannak nagyon kemény, mind a kettőnk részéről, most ezt hallgatják nyilván, ez vicces lesz. Nagyon, nagyon erős apaképeink vannak, bitan kemény emberek, mind a kettő. Olyan kettőt ránézel, és bárki a haverom, aki találkozik az apámmal, az így behúzza egy kicsit a nyakát, olyan karakteres lények, az ő is ugyanilyen, hatalmas 100 kilós nagy darab csávók, akiknek nagyon véleménye van a világról, és jóképűek is, szóval hogy olyan, nem tudom, olyan
föl lehet rájuk nézni, és egyik és küzdeni kell. És kemény, hát ez egy halál kemény harc az apával, hát azért ezt a mélypszichológia írja minden, tehát hogy ez a legnagyobb leválás, és ebben én 10 évvel előrébb tartok harcba. Tehát, hogy úgy mondjam, én egy előretolt helyőrség vagyok, és próbálom tanítani a kis katonát, vagy a kis csikót, hogy kell ezen az úton járni, mert ezt végig kell harcolni, és az a végén az ember ugyanúgy szereti a szüleit, nincs ebben semmi baj, csak a leválás az egy nagyon kemény, és hogy én külön személyiség vagyok, és már nem az apámnak akarok megfelelni, és nem mindenkinek a szakmából. Azt gondolom, hogy a távolság, a földrajzi távolság az apától megkönnyíti a helyzetet, semmit, mert mindkettőtöknél van de egy hogy ilyen. Hát futottunk minden. Én csak 70 kilométert, ő szerintem 300. De ez az. Ugye azt gondolom, hogy ez megkönnyíti a helyzetet, de nem. Nem, hát nem. Én eltiltottam 10 évre a szüleimet. Mitől? Hát attól, hogy színházba járjanak. Hogy téged nézzenek? Igen, mert nem voltam elégedett a teljesítményemmel. 10 az apám úgy szökött be a talizmának a bemutatójára. Abszolút. Hogy láthassam. Hogy lássam a gyerekét, mert én nem akartam, hogy gyengébb minőséget lássanak, hanem csak azt, amire majd nagyon büszkék. Igen. Most már járhatnak? Most már nagyon régóta járhatnak. Mit tényleg nézzenek meg mindenképp? Tessék? Mit kell mindenképp megnézni? Ami mindenképpen. Én mindent megmutatok. Ami tökéletes, vagy azt gondolom, bajnok? Hogy nagyon... A bajnok szerintem egy nagyon érdekes dolog, vagy én szerintem nagyon őszintén, vagy nagyon jól játszom benne, és olyan műfajban, ami nem szokásos. Neked mit kell megnézni az apukádnak, hogy végre elhiggye? Hát most a testről és lélekről, de nem is az, hogy megnézte a filmet, hanem a díj. Ez most lehet, hogy hülyén hangzik, de... Ez a visszaigazolás. Igen? Nem mindenképp, akik nincsenek benne ebben a világban, azok nem feltétlenül tudják, hogy például az, hogy a Katona József Színházban vagyok, az milyen kincs, vagy milyen szuper dolog. Ez nehéz elmagyarázni azt, hogy most miben forgatok, nehéz elmondani, hogy ki ez az Enyedi Ildikó, egy olyan embernek, aki nem tudja, és a színészeket sem ismeri egyáltalán. Na de megnézte? Meg. És oké? Okay? Persze, de azt mondta, hogy el kellett, hogy miért nem az erdőbe ment randizni a Mária és az Endre, ha már ott azt álmodják. Rendben. Ez rendben van, nem? Nem csodálatos, mert hozzá akar szólni ehhez is, ha bár nem ért hozzá, és nem a világa, de ő azt akarja, hogy lásd, lányom, én ezen gondolkodom. És ez ötlött ki a fejemben, hogy miért a menzán vannak, vagy miért abban az étteremben, miért nem mennek az erdőbe sétálni? Ez egy teljesen logikus kérdés egyébként. Nagyon érdekes, nem gondoltam, hogy ide jutunk, hogy az apáktól való leszakadás ilyen. Na ez is egy milyen közös pont bennetek. És ha folytatnánk a beszélgetést, nyilván lenne még sok ilyen. Fogjátok ti ezt még folytatni az agyanunk sok helyen. Köszönöm, hogy eljöttetek, és hát gratulálok mindkét filmhez, mert mind a kettő máshogy és másmilyen, de nagy siker lett, úgy látom a magyar mozikban. Borbély Alexandrával és Nagy Ervinnel beszélgettem az elmúlt percekben. A két film, ami az apropót adta a testről és lélekről és a kincsen, mind a kettőt nézzék meg a mozikban. Az egyiket 40 ezeren, a másikat 70 ezeren látták most már. Hogyha visszanéznék ezt a műsort, megtehetik a Hír TV oldalán, a YouTube-on vagy a Facebookon, keressenek engem. Jó éjszakát kívánok!